Sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb Dire Wolf 20-as epizód, amiben folytatom tovább ugye a félbehagyott méheknek a kikeresztezését. Az egyik ugye az a Fruity méhecske lesz, a másik pedig az a Farmerly méhecske. Nekem ezek a méhecskék elég szépen ugye az előzményük, mármint hogy a köztes állapotuk, amiket meg kell csinálni előre. Ugye itt van a Sweetened méhecske, itt pedig a farm, nem a Farmerlyt kell megcsinálni, hanem valami más a neve. Én régen és azt írtam föl magamnak, hogy Farmerly, meg régen úgy is hívták a maxot, de most már más a neve, ezt majd mindjárt megnézem pontosabban a neiben. Ugye kell nekem a méhecske, méghozzá az a fajta, hogy Farmed méhecske, ez volt régen a neve neki, ami gyártja nekünk a azt a kombot, amilyen CDI komb itt is van. Ez kell nekünk, ez pedig a Farmed, akkor jól mondtam, a Farmed Queen gyártja, amihez nekünk Farmerly Princess kell és Meadows Drone. Na ez az, hogy Farmerly Princess kell, de nekünk van Rocky Queen, Rocky Princessünk, és sikerült már kiszednem a Farmerly tulajdonságot, így van. Ebből kiveszünk kettőt, inkább hármat, mert hogy majd ültetnünk kell mást is, de csak egyet-egyet rakunk be, és akkor utána pedig szépen beletöltjük ezt a Farmerlit egy ilyen genetic sample-be, sőt kiveszünk még hármat így összesen, és akkor így fogjuk ezt megcsinálni. Ugye lemásoltuk, tehát egyet visszarakunk, ugye mindig kell a minta, az maradjon meg. Lehet, hogy erre egy másik cuccot kéne kitalálni erre, ezeknek a tárolására. Valahogy így a falra képkeretként berakva, vagy nem tudom. Majd valamit kitalálok rá, hogy jó legyen. És akkor betöltjük egy ilyen templétbe. És akkor meg lesz a Farmerly. És a Farmerly tulajdonságot pedig szépen rá tudjuk. Ez a Sinister, ez itt maradt. Ezt akkor el is rakom gyorsan. Ez már nekem nem is fontos. Jó, és amíg akkor rátölti a Farmerlyt, addig hozok egy Meadows drónt, mert ahogy amit láttam, az kell hozzá. Úgyhogy egyet, nincs csak Meadows, de több fajta van, mondjuk vegyünk akkor ebből egyet, több fajta Meadows-on van. Meadows drón közben mindjárt kész van a farmed méhecske, nem Farmerly, hanem a, de a Farmerly, és akkor most csináljuk meg a farm méhecskét, na, belekavarodok már én is a dolgokba. És akkor itt van, hogy fermented méhecskét lehet csinálni, vagy a farmed méhecskét. És ugye én azt mondtam, hogy mindkettőt meg akarom csinálni, tehát akkor először a farmedot csináljuk meg, és akkor kell nekem még egy Rocky Princess. Nem csináltam én már? De ismerős, ez... vagy csak néztem és mondtam, hogy mindkettőt meg akarom csinálni. Hú, az is olyan, mintha már csináltam volna, tiszta ilyen déjà vu-m van. Nem, szerintem még nem volt Farmed Queen-em, így van, és akkor megnézzük, te rohadt ismerős, megnézzük a tulajdonságait neki, miket tud termelni, ugye kapjuk a Wheaton Combot és Possibility Seedy Comb is, nekem ez a fontos, hogy Seedy Combot dobjon, mert az nagyon jó lesz majd nekem, de ugye majd rá fogom ültetni ugyanígy szépen megint a tulajdonságait egy másik méhecskére, ott van a Industrious, nem veszük ki a Ruralt, igazából azt kivehetnénk, de nekem a Farmerlyt azt tökéletesen kivehetem, mert az most már nem is kell, tovább nem kell, hogy üzemeljen ez a méhecske. Úgyhogy tényleg kéne egy olyan hive-ot csinálnom, vagyis hát egy ilyen apiarit, amiben ezeket a queen-eket tudom szétszedni, hogy legyen mindig princessem belőle. És akkor közben megcsináltam a másik Farmerly méhecskémet, kell még egy Needles Drone. És akkor meg lesz a fermented méhecske is, ami azt se tudom pontosan, hogy mit csinál, de lesz. Úgyhogy meg is nézzük, hogy beírjuk a fermented, fermented queen, nem azt, hanem hogy mit csinál. Usage. Nézzük meg. Hát gyárt nekünk ugye ilyen wheaten kombot és alkoholik kombot, amit mire tudunk felhasználni. Kapunk belőle ilyen honey dropot, meg tipsy dropot, és az mi? Short mead, és az mi? Fogalmam nincs, ez mi picsára lehet használni amúgy? Alkoholik, ja gondolom meg lehet inni, és így körülbelül ennyire jó. Nem baj, megvan nekünk ez a méhecske, nem fogom most használni, max hogyha valakinek kell, majd megkérdezem körbe, lehet, hogy Sanyának kéne kis alkohol az étterembe, ne csak kaja legyen. Akkor majd ezzel a méhecskével tud, úgyhogy ezt lehet, hogy majd oda fogom neki adni.
Na, úgyhogy ezt meg is kajáljuk. Ezt a méhecskét ki is lehet pipálni, mert ugye ez már ugye megvan. Következő, amit meg szerettem volna csinálni, az pedig ugye ez a fruity méhecske, amit mondtam, hogy ez a fruity drop az jó lenne kapni, mert akkor ugye nem csak almát lehetne az alma juice-ként be, fruit juice-ként így ugye betárazni, hanem lehetne akkor azt is, de látjátok, hogy bár almából is sok van, viszont ez cukrot is termel nekem, ami nagyon fontos lesz. Úgyhogy, hát akkor hol is álltunk? Azt hiszem a Sweetened méhecskét csináltuk meg hozzá, itt van Sweetened Drone, és akkor úgy megy tovább a sor, hogy Sweetened Princess Diligent Drone. Úgyhogy megint fogunk egy Rocky méhecskét, ugye mi mást? Fogunk egy Sweetened tulajdonságot, itt van. Fogunk egy ilyet, ezt betöltjük oda, ezt betesszük oda, ezt gyors lemásoljuk, aztán betöltjük ugye ebbe a templétbe a tulajdonságot, minden ugyanúgy, ahogy eddig. Ezt szépen kivesszük és berakjuk az emelrendszerbe, mert ugye nem akarok még farmerli méhecskét csinálni, elég belőle ugye ami van. És akkor ezt gyorsan betöltjük a temp... Ja igen, ezt kézzel kell berakni, betöltjük a templétbe, sweetened méhecske tulajdonságot. És így rá tudjuk ültetni. Igazából én most nem tudom, ugye az a baj, hogyha összeraksz egy úgymond szuper méhecskét a Gendastry-ba, akkor Ignoble lesz, nem pedig Pristine. Az Ignoble pedig azt jelenti, hogy 10% esélye van arra, hogy a, nem fog dobni princeszt a királynő. Ugye Pristine ilyen pedig nem fordulhat elő, és hát ez elég nagy, igazából egy fél nap alatt meghal igazából a méhecske faj, és akkor megint újra lehet ültetni. Viszont most azt nem tudom, és ezt elfelejtettem megnézni, hogy ha most így én ráültetem ezt, akkor igen, akkor a izére ültetem rá a Rocky-nak tulajdonságait kapja meg. Azt nézzétek! Ó, és ez így is marad vajon akkor? Mert ha így maradna, bár production a slowest, a leglassabb, de az különösebben nem foglalkoztat, látjátok, ilyet kapok. Sweetened, ja igen, ez megvolt, de nekem a izé kell. Na, mondjátok már, melyik méhecske? Ja, Diligent kell hozzá. Hol van? Itt van. Ja, Diligent. Elméletileg, gyakorlatilag már semmiben nem vagyok biztos, nem engedi. Na, és akkor ilyenkor mi van? Akkor nekem a Sugari kéne, bejegyük a nejébe. Hát, ez hihetetlen. Sugari méhecske. Sugarihoz pedig Rural Drone kell. Na, ezt is megtudtuk. Rural pedig itt van, egy csomó. És akkor Sugari itt van, így van. És utána a Sugari meg... Hát most már nem vagyok benne biztos. Rippe... Na mindjárt beírjuk. És kiderül, hogy Rippen... Itt van. Rippening Queen. Rippening Queenhez pedig Sweetened Princess kell. Growing Drone. Aha, ez régen nem így volt. Jó. És a Fruityhoz pedig, gondolom ez a Ripening kell, még mindig. Fruity. Fruity Queen. Nem, Sweetened Princess kell, és Thriving Drone, de a Thriving Dronehoz meg Growing Princess Unwary Drone. Igen. Ja, hát az egyszerű. Akkor megcsinálunk egy Growling Princess-t, ugye ugyanígy, mint az előbb, itt van valahol, itt van Growling. Igen, ezt kivesszük. Ezt is kivesszük, ezt ide betesszük, ezt is ide betesszük, a Growlingot lemásoljuk, ezt visszatesszük. Ezt ismét, demonik. Ezt ismételten bedobjuk ide. A Sugary Queen, akkor nekem tulajdonképpen most nem is kell. Ennyi. A Fruity az megoldja a dolgokat? Fruity Queen. Így van, megoldja a dolgokat. Fruity Queen. Ha, érdekes. Azt mondja, hogy usage. Mire tudjuk használni? Igen, 20%-kal, meg 15%-kal dob cukrot. Na. És a Sugary? Sugary az milyen esélye? Mert igazából nekem akkor most inkább a cukor. Cukor lenne fontos. Így megnézzük a usage, usage, 20%-kal. Akkor szerintem hanyagolom most per pillanat. Ráültetem a Growing Princess-re a tulajdonságot, de
Most az nekem igazából nem is olyan fontos, mert nekem tényleg a cukor lenne az, ami nagyon fontos lenne. De lesz akkor Growling Princess. És itt van a Sugary Queen. Ezt megnéztük, hogy milyen tulajdonsága? Nem. Akkor be is dobjuk. Slower, fastest reads. Jaj, reads. Jaj, a cukornád. Jó. Cukornáddal működik, ugye hát mivel mással működne egy milyen cukros méhecske. Rural, akkor az már nem kell. Elméletileg így van, működik is. Nagyon helyes. Még egyszer nézem. Slower worker. Hát sajnos igen. De elméletileg majd a genetics-el ezt ki tudom küszöbölni. De én nagyon remélem, mert már annyi időt fetszoltam abban a módba, hogy most már tényleg kéne vele foglalkozni. Úgyhogy, mivel a rural kész is van, így van, és akkor meg is van a Growing Princessünk, hogyha mégis valamikor elfogyna nekünk itt a gyümölcs, aztán ez az 1000 darab alma, ami folyamatosan növekszik, akkor itt lesz a Growing Princess, Unwary Drone, ugye? Az volt. Azért megnézem. Fruity... Ja nem, nem az volt. Fruity, így van. Fruity Queen, Thriving Drone kell hozzá, egy Sweetened Princess, és ehhez Thriving Queenhez kell pedig Growing Princess. Akkor ezt összerakom. Growing Princess. És Unwary Drone. Itt van. Össze is tesszük, hogy meglegyen nekünk ez a Thriving Queen. És megnézzük, hogy ez mit termel. Most akkor ezt már fogalmam nincs, hogy ez milyen méhecske. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit csinál. Pollination speed fast, na hát ezt Sanyának tudok adni, viszont shorter flower type leaves. Ó, oh, az jó viszont neki. Ugye a keresztes is miért viszont, ez nem jó. Csak mézes ízét termeli, a méviaszos mézet. Az nekünk nem jó, úgyhogy azt most bele is raktuk. Na, most foglalkozunk egy kicsit a genetics-el, ugye azzal is kéne haladni. Van nekem ugye most már elég sok ilyen baktéria vektorom, a polymerizing baktéria az még nincs, de ezt most ki is veszem, mert elég volt a blaze rod most, vagy blaze rod powder, ide berakjuk, és kell nekem olyan, hogy bone meal nincs. Viszont cukor az még van bőven, hogy látom, 363. Mi termelte oda vajon? Én raktam? Lehet, hogy én raktam be kézzel, már nem emlékszem rá. Bone meal kell nekem. Bone meal, ó, van egy csomó. Hoppá! Necrotic bone az nem kell. És akkor csinálunk egy kis polymerizing baktériát is, mert abból viszont elég kevés van. És hogy tényleg így már be legyek tárazva, csak azért csinálom amúgy ezeket. Ó, ott még van egy kicsi, de blaze powder. Ja nem, nincs, csak oda bugolt. Én egy kicsit bugos a cucc. Ez meg megint kifagyott? Igen, ez megint kifagyott. De akkor a cukrot innen kivesszük. Na. Sugar, így van. És akkor viszek vissza. Bone meal. Cukor, és akkor growth medium, mert az a growth medium folyadék kell ugye ahhoz, hogy minden termelődjön. Úgyhogy... Úgyhogy nekünk ugye csont kell, bone, 2, 3, 4, 5, na, Nari. Így van, nekünk egy jó pár csont kell most, tényleg azért, hogy ugye cukrot tudjak gyártani. És közben megnézzük, hogy mi kell nekem. Ide leraktam kettő darab ilyen fura blokkot, az a neve, hogy lapstand. Ez a genetics-hez kell. Genetics-hez kell, ugyanis én kettő darab ilyen tabletet szeretnék, úgymond tabletet szeretnék megcsinálni. Az egyik ilyen gene database, az a neve. A másik pedig itt található valahol, nem látom. Hogy csak ez van? De hogy ez van, több is van. Most én vagyok vak? Én vagyok vak. Mindegy, ilyen gene database kell nekem. Legesleg először.
Ezt a, szerintem ezt a Master Registry, ezt nem is lehet megcsinálni, mert ez csak kreatívos, ugyanúgy, mint a Master Gene Database. De most analitika, ezt most nem tudom, hogy pontosan, hogy kellene-e ezek, vagy analitika... Megcsináljuk igazából mindegy, legalább akkor lesz mit csinálnunk. Úgyhogy megyünk is vissza, és akkor egy ilyen Gene Database-hez hozunk anyagot. Kéne már egy remote controller ehhez a ME rendszerhez, és akkor nem kéne mindig visszarepülnem oda, visszarepülgetnem. Úgyhogy megnézzük, hogy mennyi csontot darált le nekünk közbe. Ja, elég lesz. Jó. Viszünk. Bedobjuk. Igazából ezek már nem is kellenek, hogy nálam legyenek ezek az építőblokkok, mert már nem fogok bontani. Max, ha igen, akkor majd kiveszem, és mennyivel jobb. De beraktam a konduitokat is? Konduit nem, csak ezeket a fekét konduitokat raktam be, jól van, az nem számít. Szóval kell nekem olyan, hogy cukor, kell nekem olyan, hogy bone meal, és akkor nyomatunk ki egy jó pár stack ilyen growth mediumot. Ennyi elég lesz. És akkor a Gene Database-hez viszünk cuccot. Kell Obsidian, Glass Pane, Eye Offender... meg tudom megjegyezni? Obsidian... Glass Pane... Egy Eye Offender... nincsen, ugye csinálunk. Ender Pearl kell, meg ugye Blaze Powder. Eye Offender, 4 gyémánt. 2, 3, 4, meg 2 redstone, ha jól láttam. 1, 2, azt hiszem így van a receptje. Igen, ezek kellenek hozzá, úgyhogy ez meg is van. Aztán ilyen analisztet, vagy registrit, master registry, ezek nagyon, amúgy nagyon érdekelnek, hogy ezek mi a szarok. Mert Arborist Database, Apiarist Database, Lepidopterist, Botanist Database, és ezeket is így lehet csinálni Carpenterbe. De lehet, hogy ilyen analisztet kéne inkább csinálni. Trializer kell, Bealizer, ugye Tin Bronze, meg... Bronze, Copper, meg Tin. Igazából viszek mindent. Kell egy stack gyémánt, és mit szarozok? Kell egy stack gyémánt, egy stack redstone, egy stack glass pane. És akkor mindenből lesz, viszünk tint is, egy stacket, ugyanúgy viszünk bronz, koppert is, bronzt is, mi kell még? Bronz, emerald, azt is viszünk, hol van? Emerald, itt van, abból is viszünk egy stack, mindenből viszek egy stacket, az a tuti. Úgyhogy, meg belenézünk ebbe, nem, azt nem lehet megcsinálni. Belenézünk ebbe is, integrated circuit, ehhez is emerald, aranyat is viszünk. Ha van a receptbe, tényleg nem maradjon ki semmi. Bealizerhez tin kell, fertilizerhez bronze kell, Arborist Databasehez copper gold, Botanist Databasehez arany nugget viszünk, Lepidopterihez bronze gold, az van, Apiarist Databasehez tin gold van. Úgyhogy minden van. Minden van nálunk hozzá, nagyon király. És akkor még amit nem vettem magamhoz, az pedig itt gondolkodtam rajta, és most nem jut eszembe. De akkor valószínű minden megvan. Első és legfontosabb ez a genetic database. Tudja, hogy amikor odaérek, akkor felejtem el amúgy. És akkor jut eszembe, de nem. Működik? Még működik. Mi mennyi van benne, ezt is kell majd csinálni. Van még, úgyhogy jó. Na szóval, akkor nekünk ez szépen újra elkezdi gyártani, ugye? Azt a folyadékot, a growth medium fluidot, ide be is töltöm, hogy szépen vigye is át. És akkor nekünk először ugye víz kell. Ezt most kiveszük ezt a receptet innen. Megnézzük, Gene Database-hez ez kell. Jó, azt mondja, hogy kell egy glass pane. Egy obszidián, 4 gyémánt, 2 redstone, meg egy eye of ender, így van, ki is adta a receptet, és már csinálja is. Hát nem a leggyorsabb, de csinálja.
Minden itt van, 148 oldalnyi receptje van neki. Ez komoly, elég jó. az igen, aztán az gyorsaság javából. Igen, és akkor még, amit nem mutattam meg nektek, hogy van itt egy Carpenter-es, vagyis egy Carpenter, ami sídóolajjal van tele, meg van egy, ami mézzel, és itt tényleg mindent tudok most már Carpenterrel gyártani, ami a méhészkedéshez szükséges dolog. Mindjárt kész van. Gene database, ez az. Ebbe bele tudok nézni? Bele. És ez így miért jó? Gene bank. Jó, akkor ezt ide rá is rakjuk. És ez egy forog velünk, ez egy nagyon menő kis cucc, rá lehet kattintani, és akkor itt ebben mindennek a génjét tudjuk tárolni. Mondjuk, várjunk csak, magamhoz veszek egy méhecskét, amit már mondjuk megnézek előzte Bializerrel, nézzük csak meg, na erre viszont nagyon kíváncsi vagyok. Mondjuk megnézem Bializerrel, igen, megvan, belenézek a Gene Database-be, mondom a Gene Database-be, és semmi nem látszik belőle, nagyon jó. Vagy így bele kell rakni? Nem. Oké. Okay. Akkor kell hozzá valószínű az analitik cucc is. Nem véletlenül hoztam magammal a cuccat, ugye itt van analiszt. Á, ezt felejtettem el megcsinálni, ha tudtam. Kell egy ilyen, kettő olyan kell, circuit board, az a integrated circuit, mit tudom én, micsoda. Tudtam, hogy valamit elfelejtek. Na, integrated circuit, ez gyorsan meg lesz, kettő darab kell összesen belőle. Crafting table-öm nincs ott, na az viszont öreg hiba. Úgyhogy crafting table, ki is veszünk egyet, és így kiveszünk egyet. Sőt, ezt még egyszer átalakítjuk, csak ilyen feles crafting table-lé. Ez így tökéletes lesz nekem. Ugyanis nem tudom hova rakja, mondjuk rá rakom ide ennek a tetejére. Így, így lesz. Jó, oké. Okay. És akkor itt lesz egy ilyen crafting table-em, amiben össze tudom rakni ezeket a dolgokat. Na, és akkor jöhetnek a következő cuccok. A Bealizer, Trializer, aminek közepére egy gyémánt kell, a szélére két redstone, középre két glass pane, mondjuk legyen akkor először egy Bealizer. Igen. És kérjük, hogy csináld meg. Köszönjük szépen. Utána következő ugye egy trializer lesz. Beszúrok ide mindent. És akkor onnan sokkal egyszerűbb kivenni a dolgokat. Az a baj, hogyha többet hagyok bent, akkor megcsinálja nekem. De mondjuk, hogyha csak valamiből egy darabot hagynék, vagy annyit, amennyi kell, akkor nem fog többet csinálni. Hú, hát ez elég lassú lesz így. Oké, okay, egy elég volt, köszönjük szépen, megvan a Bealizer. Aztán az Analytics-hez kell egy Trializer, amihez ugyanez, csak copperrel. Igen, ugyanez, csak copperrel, és akkor 1, 2, 3, 4 darabot hagyok bent. Így, közben pedig eszembe jutott, hogy mit szerettem volna még csinálni. A Power Armor-hoz írtátok, hogy az Apiarist ruhát hozzá lehet adni. Úgyhogy azt szeretném megcsinálni, remélem, hogy nem, a Woven Silkhez nem víz kell. De víz kell hozzá, basszus. Csak egy vízes carpenterem van. Na, de jó, azt hittem, hogy valami méz, vagy valami cucc. Akkor változik a terv. Alveari. Alveari-t szeretnék csinálni. Alveari, az pedig ilyen cuccok kellenek, mint a Scented Paneling. Ahhoz pedig méz kell. Beeswax, pollen, royal jelly, és valami plank. Na, úgyhogy az lesz a következő. Megvan a... igen, aztán kell nekünk olyan, hogy... bronzzal van? Van! Csak négyet hagyok bent. És akkor meg lesz a három, akkor viszont már lehet, hogy nem is kell. Mert meg ugye meg lesz a három. Genet... X. Utolsó oldalon vannak ezek a dolgok. Szanaliszt. Lehet, hogy ebbe kell berakni a méhecskét, és akkor a genebugba automatikusan belekerül. Nem tudom, hogy lehet levenni? Valahogy magadba kézbe is lehet ezt fogni vissza, de hogy? Na mindegy, itt maradt. Na, és megvan.
Na, nagyon jó, mert akkor ezt tudjuk rakni az analisztot. Hopp, gyémánt kell hozzá. Köszönjük szépen, egyet kiveszünk. Még egyszer, nem rakja így magától össze. Trializer, Pealizer, így, és egy ilyen. Analiszt, na ez kíváncsi vagyok, hogy ez mi. Ó! Ó, azt a rohadt, ez mindent kiírt a méhecskéről. Na, de még mindig nincs benne semmi. Ha ezt belerakom... De ez mindent kiír, azt a rohadt, ez nagyon komoly. De jó ég, aktív genom. Itt van minden tulajdonsága, inaktív genom. Kariogram, az micsoda. Climate, hol érzi jól magát, milyen biomokban. Azt a... Hát ez nem semmi. Produce, miket nyomat. Natural product, 5,1 percenként egy ilyen. Refined product. Ez mi? Ilyet is tud. Biology. Can work underground. Esőbe. Szóval ez mindig tud dolgozni. Behavior. Az igen. Pollination. Az igen. Hát ez nem semmi. Analiszt, akkor lehet, hogy kéne nekem a registry blokk is, ami elég nagy baj, mert hogy én ide raktam, nem csak ezt szétütöm, akkor megkapom ezeket, ez nagyon jó. Jó tudni, mert akkor ezt valahol máshova kéne rakni, valami főhelyre. Mondjuk ide. Ide. Egy, kettő, akkor még ilyen lapstandet kell csinálni. Középre rakom a gene bankot, egyik analiszt, és akkor még kell egy lapstand nekem. Mert akkor másikat is megcsinálom, hát ez nagy királyság. Ú, remélem, akkor már működni fog. Azt mondja, hogy lapstand. Itt lesz elő. Itt is van. Kell nekem egy ilyen reinforced sturdy casing. Meg is van a lapstand. És akkor a registryt kell még megcsinálnom. Ú, ez nagyon jó. Hát ez nagyon tetszik, srácok. És forog velem. De jó, nagyon király. Az a baj, hogy nem tudom tényleg, hogy ebbe hogy lehet majd beletenni. Bees, gene bank. Meg ebbe is belerakok egy... Add a bee, tree, flower or butterfly to top of left. Slot D and a die required. Oh, D and a die. Ja, az itt van. Don't wanna die, D and a die kell hozzá. Ez kell ide, bal oldalra. Nem. Miért nem? Nem működik. Mert már megcsináltam volna azért? Akkor mit? Midos-t hozzak? Hozzak egy Midos drónt. Na, nézzük meg azt, az alapméhecskét. Csak individ... Nem, most viszont elfogadta. Aha. Mindent kiír róla. És nem. És nem jó, Gene Bank. Miért nem jó? Hát miért nem adta hozzá? Pedig most elműtek hozzá kellett. Lehet, hogy a regisztrit... a regisztrit is meg kell csinálni, srácok. Muszáj, mert azzal tudjuk regisztrálni. Hát tiszta hülye vagyok. Na, nem a master registry kell nekem, csak egy sima. Master registry nem lehet csinálni ugyanis. Sima registry kell. Hát ebből minden kell. Azt mondja, hogy kell egy apiarist base. Ami állandó, az a... Az ez. Így. Középre még kell egy emerald, ugye? Ez állandó ezekben a database-ekben. Igen, meg a gold. Azt hiszem az is. És akkor legyen egyszer egy ilyen. Ez melyik? Botaniszt. Jó, akkor legyen az. Csináljuk meg először azt a botanikusat. Hú, na erre most nagyon, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, mert hogyha ez így működik, akkor viszont onnantól kezdve elég egyszerű lesz a méhecskéknek a különböző keresztezése. Genetics-el, hogyha ebben meg tudjuk tartani.
Az nagyon jó. Mert ugyanis rákatintok egy fiolával majd, és ki tudom venni a gént, a game bankból. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly lesz. Na, egy megvan. A botanikus, az megvan. Az nem kell. Csináljuk meg az apiaristot, ahhoz pedig Teen kell ide, ez helyére. Teen, 1-2, és akkor kezdheti gyártani. Én nekem pedig kell a nem az apiarist ruhához, hanem kell log. Bízvaxom az van. Rengeteg, nem log kell, hanem planks, de rengeteg. 4, 5, 6 stack. Planks, ugye nézzük meg alveari. Alveari. Ugye impregnated casing seed oil kell, ahhoz is viszünk cuccot. Viszont ez a scented panelinghez pedig ugye beeswax, pollen, royal jelly és a log. Mert nem log, hanem planks. A log az, viszünk így 4-et. És akkor belerakjuk, és akkor a seed olajból nekünk fogja csinálni a sturdy casinget. Vagyis az impregnated casinget. Így van, már nekünk el is kezdte gyártani, nagyon jó. Utána pedig ide berakjuk ugye ezt a fajta template-et, mintát. Ugye kell beeswax, royal jelly, meg pollen, pollen, royal jelly, beeswax, beeswax. Nem tudom mennyi kell, viszek. Jó, és akkor hogy is volt? Középre, fentre royal jelly, két oldalára a beeswax, középre pollen. És gyárthatja is nekem. Amennyit csak tud. Nagyon jó. Közben megvan az apiarist is, aztán jön a következő, ami lesz a bronzor, a kopperes. Az arborist. Igen, 1-2. Arborist is, utána a végén jön a bronzos. Az pedig a lepidopterist lesz, ugye. Virág, méhecske. Igen, virág, méhecske, fa, és utána a lepke még, ami kell nekünk. Már 32 perces megy a felvétel, de ezt most muszáj megcsinálnom. Bármennyi ideig is tart, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hova fogunk eljutni. Ez meg 4, az a baj, hogy minden alveri blokk közepére kell egy impregnated casing. Úgyhogy lehet, hogy még keveset is hoztam ebből. Sőt, nekem egy ilyen hatchery is kell majd. Azért van itt amúgy ez a tube is, diamond tube. Hát ezt is meg tudom csinálni közben. Igen, 1-2-3-4-5 gyémánt, meg 2 darab. 1-2-3-4-5 gyémánt, meg 2 darab, ilyen. Közben ennek is berakjuk a így, meg 2 darab, ilyen, így. Ez ki van kapcsolva most, felfűtjük, és akkor már indulhat is a buli. Arborist, és akkor még kell a bronzos. A lepidopterist, így van, meg lesz ez a kettő is, úgyhogy most itt minden gép megy, mint az állat, ez mindjárt felfűti magát, és akkor megcsinálja nekünk ezt a diamantin electron tube-ot, ami ehhez kell, meg egy alveari blokk, és akkor lesz ilyen hatcherünk, mert ez ad ilyen, úgymond lárvát, amire majd rá lehet ültetni a különböző tulajdonságot. Jaj, én most nagyon izgulok, tényleg, mert hogyha meg tudom csinálni a jó fajta méheket a Gendastrival, aztán azt be tudom regisztráltatni a Genetics-ben, akkor a lárvákra pedig rá tudom ültetni, és a lárvát pedig ki lehet keltetni, és akkor kész lesz az olyan méhecske, ami nem fog meghalni. Kicsit bonyolul, de megéri. Na, össze is rakom gyorsan. Apiarist, botanist, arborist, lepidopterist és egy integrated ilyen cucli. Na, ide berakjuk. Registry. Rocky. De hát ez már... Ezek regisztrálva vannak, de miért nem mutatja itt? Full Genome Project, ez... Hogyha regisztrálta, ugye Flower-t nem néztem, Butterfly-t nem néztem, Fát nem néztem, csak ezeket néztem amúgy. Ezeknek minden tulajdonsága teljesen le van írva, akkor hogy a picsában nem mutatja a Gene Bank? De most tényleg, mi a szart kell csinálni, hogy mutassa? Bees, 449 gén. Hát igen. Nem tudom.
Belemegyek, nem mutatja. Visszaadja. Hozok egy olyat, amit még nem is néztem. Tricky. Tricky-t ezt szerintem nem néztem. Betesszük a regiszt. Tricky-t néztem. Azt is néztem. Szerintem mindegyiket néztem már. Ez a baj. De lehet, hogy a Noble-t nem. Nézzük meg a regisztribe. De. Tehát mindegyiket néztem már. Ajaj. Internet szerver erről. Ajaj. Kidobott a játék, mert valahol rosszul kattintottam. Semmi baj, visszamegyünk egy pillanat alatt. Jó. Még egyszer. Szóval perakunk egy ilyet, perakunk egy ilyet. És már nézzük is. Tulajdonságai, de mivel ez is megvan már, itt van egy Imperial 8% eséllyel. Meg hogy lehet kikeresztezni, mutation, minden. Ugye ez a Gendestry-val, ugye ez értelmét veszti innentől ez a dolog. Nagy de. Na, azt mondja, hogy beírjuk a Forest. Fiend is. Tényleg mindegyik méhecske így megvan végig. Climate, mit szeret? Tolerance, Varm, és még ilyen színekkel meg van nézve, Arid, Varm és Arid, ami hol található, ugye főleg Netherbe, Spectral Garden, meg a sivatagokban, Savanna, és a Biomes of Plant is, izék is benne vannak, a Biomes of Plant is, biomok is benne vannak a regisztriben, ami tök jó. Cannot work underground, esőbe se, viszont éjszaka is dolgozik, ez a frugál méhecske, ezt se tudtam. És akkor frugál plusz, nem, modest plusz sinisterből lesz, farther mutation ismeretlen. Hát ez nagyon jó, csak nekünk nem adja ide a különböző géneket, amit nem tudom, hogy hogy kéne. Most ez vajon működik amúgy így ez a kettő együtt? Nem. Nem. Nem, fogalmam sincs amúgy, ennek utána fogok nézni, hogy a gén bankba hogy kell beletölteni a géneket, vagy hogy láthatom a géneket. Ez így nekem így nagyon nem tetszik, mert most én itt hiába teszek be, ugye ide is kell valami méhecske, splicer, sequencer, inokulátor, már egy gépet nem raktam, de amúgy csak az analitikai gépét a genetics-nek. Szerintem, de megcraftoltam, úgy emlékszem, Anna itt van. Analyzer. Hát ez kell nekem szerintem. Így van. Ez az egy gép kell nekem, mert csak így tudjuk majd a méhecskéket megvizsgálni. De jó. Ja, ebbe is kell folyadék, csak nem tudom pontosan, hogy mi. De hova rakjam, hova rakjam. Hát itt pont nem jó a hely, mindegy, ide rakjuk. Nem kell vele folyadék, hanem energia kell neki. Azt adunk, semmi probléma nincs vele. Energia az lesz. Mondom, lesz. Igen. Az már van is neki. Itt visszatemjük az üveget. Kell neki ez a... Melyik is? Ami nálam van. DNA dye. Azt hiszem az kell. Így van, DNA dye kellett neki. Beleteszünk egy... A lárvát lehet csak belerakni. No item to analyze. Item? Na, én most már úgy nem értem teljesen az egészet. Most kicsit megkavarodtam. Ugye itt készül a raw DNS, az oké. Okay. De hogy hova lehet méhecskét berakni, mert itt bárhova kattintok, sehol nem lehet amúgy ezekbe a gépekbe méhecskét berakni. Hihetetlen egyszerűen. Egyedül az acclimatizerből lehet berakni méhecskét, de sehova máshova, úgyhogy ezek nem, ezeken keresztül a hülye üvegeket, de azt meg hogy kell megtölteni, arról se szól semmi. Például, hogy ilyet, hogy koral, hogy töltök ebbe bele? Botanis szérum, jó, mondjuk az pont nem érdekel engem. Lightning, hunger, effektek, species, arcane. Hogy ez hogy működnek, hogy tudom beletölteni, hogyha nem engedi semmilyen gép megvizsgálni a méhecskét. Ugye egyszerűen ez így fogalmam nincsen. Például ide is ugye úgy lehetne kivenni, hogyha hozok egy olyan MTVI-ot, és akkor rákattintok a génre. De ide hogy kerül be a gén?
Úgyhogy még Istennek muszáj leszek utána nézni, és akkor következő epizódban már okosabb leszek. Ugyanis ennek az epizódnak itt vége van. Köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha pedig szeretnétek, hogy legyen még Dire Wolf 20-as epizód a csatornán, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!